Sziasztok! Sting koncert volt Budapesten. Ha nem akartam volna róla tudni, akkor is tudtam volna róla, mert hát felrobbant a Facebook és az Instagram falam, az összes ismerősöm, aki ott volt, mindenki posztolt legalább egy képet vagy videót a koncertről, ugyanazzal a szöveggel. Úgyis mindenki tudja, hogy melyikkel, hogy Szent Mihályon Presszó lesz. És elgondolkodtam azon, hogy vajon hány olyan dalszöveg van, amit mi magyarok teljesen másképp éneklünk, mint ahogy az eredetiben van, és a helyes válasz az, hogy meglepően sok. 1979 óta várja mindenki, hogy megnyíljon az a nyomorult Presszó Szent Mihályon. Sting legalábbis kitartóan szeretne már legurítani ott egy sört, vagy inkább egy saját termelési szőlőből készült Chiantit, mivel azóta lehet énekelni a Sending Out an SOS helyett azt, hogy Szent Mihályon Presszó lesz. És azóta is mindenki így énekli. Sting persze nem, de az hétszentség, hogyha valaha is koncert van, esetleg valami buliban megszólal a dal, akkor a legtöbben presszóznak. És azért valljuk be, valahol még mindig vicces ez. Honnan tudod megkülönböztetni egy buliban a magyarokat a külföldiektől? Tedd be a Killing in the Name-et, és aki a Now You Do What They Told You helyett azt üvölti, hogy ez egy kip***ott tócsa, az nem brit turista. Ha mégis, akkor már korábban járt egy buliban, és ott biztos, hogy elmagyarázták neki. Ha már a vulgárisabb verzióknál tartunk, akkor tudjuk le gyorsan a másik régi versenyzőnket, már amihez mocskos Cycle, a Middle of the Road klasszikusát, ahol a Last Night I Heard My Mama Sing in a Song Short sikerült úgy átkölteni, hogy még hangzásra sem stimmel, de mégis megragad, hiszen azóta mindannyian tudjuk, hogy b***nak a madarak a jegenye fán. Fontos tudás ez, és ez is bizonyítja, hogy elég, ha a prozódia stimmel, a többit majd megoldja az emberi agy, meg sok liter sör, amikor énekelni kell. Labadabdabdab live helyett levelet kaptam live, mindannyian tudjuk, unjuk is már. Ugorjunk! Kylie lehetne szerencsés, de nem az, hiszen fogalma sincs, hogy már évtizedek óta az egyik legnagyobb slágerében ásót visz a Laci. Szegény Laci olyan régóta viszi azt az ásót, hogy én a helyében felmondanék és elgondolkodnék, hogy hol rontottam el az életemet. Yummy now! A szó, amit mindenki ismer, de fogalma sincs, hogy mit jelent, elárulom, semmit, hiszen nincs ilyen szó akkor sem, ha a Status Quo klasszikusában mindenki azt hiszi, hogy ezt éneklik. Nem. In the Army Now. Yummy now. Az egyik legnagyobb félrehallott klasszikus a Spencer Davis Group Kiviszem a Lavort című alapműve, amiben every day, azaz minden nap kiviszik a Lavort ezek a csodálatos emberek, pedig biztos vannak már sokkal profi megoldások, de nem, a Lavornak maradnia kell. Bevallom, amióta mindenki szívószemű Mártának énekli, én nem tudok nem röhögni ezen a Michel Teló dalon, de minden egyes alkalommal megtörténik, amikor valahol megszólal. Egyszerűen... szívószemű Márta... Aj, ugorjunk! Ez egy viszonylag újabb versenyző, ami egyébként furcsa, hiszen a Last Christmas már 1984 óta a karácsonyaink kitörölhetetlen része. De csak jóval később jöttek rá, hogy George Michael tulajdonképpen a magyar hajózási ZRT-t adta ajándékba múlt karácsonykor, és nem a szívét. Azóta énekli mindenki, hogy Last Christmas I gave you my heart. Mondjuk, az nem rossz ajándék ám. Valami kisebb is elég lett volna, de hát nagyon kedves ez a George Michael. Az 1979-es Eruption dal miatt nem tudom, hogy hányszor kértek már a One Way Ticket dallamára cigit, mert hát mindenki csak adj még cigitnek énekli a One Way Ticketet. A nagy IQOS robbanás biztos nem tett jót ennek a szövegnek, de hát ilyen ez a pop szakma. Ez egy személyes ügy. Egyetlen egyszer kellett véletlenül Ladislav Bonitának énekelnem, azóta már semmi sem ugyanolyan. Ladislav Bonita amúgy egy félig szlovák, félig spanyol szupermodell, aki hobbiból spanyol gitáron játszik szlovák klasszikusokat szenvedélyesen. Madonna pedig pont be tudta illeszteni a napirendjébe, amikor kikerült a keddi fél ötös csávója, és ki kellett töltenie az időt fél hatig. Ladislav Bonita tudta, mi a dolga. Így jegyezném meg, hogy Ladislav visszatért Head Away What Is Love-jában is, mert hát, szupersztár lett a csávó. Ha esetleg kihagytam valamit, akkor kommentbe gyertek nyugodtan, és osszátok meg velem, hogy mi az, amiről még beszélni kellett volna, illetve iratkozzatok fel, mert ha feliratkoztok, akkor nem lesztek szívószemű márták. Nem sokára találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!